Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás július másodikáig. És én kezdeném, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Ez a férfi utal a férfiakra, vagy jelenti a te lelki társadat. Mivel mindketten megjelentek ennél a kirakásnál, ez fontos, hogy meglegyen a kapcsolat kettőtök között. Sőt, megjelenik itt a szív, itt előtte, tehát itt szerelemről van szó. És itt a szerelem mellett ott van a hűség. Ez a kulcs jelenti a magabiztos fellépést. Légy magabiztos, ez a férfi szeret téged, hűséges. És kisüt a nap, megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit vagy valakit. Tehát látni fogod őt, ő is látni szeretne téged. Biztos lehetsz a dolgokban, jelenti ez a kulcs. Itt kinyílik egy kapu számotokra. Ez jelenti a lehetőségeket. A gyermekek utalnak egy új kezdetre, de jelentik a fiatalos kisugárzást is, vagy az ártatlanságot. És itt látható, hogy minden úgy előre folyamodik, tisztázódik valami kettőtök között, ami a jövőt illeti, ez az életút, hiszen itt kivirágzik valami. Nem csak a szerelmi élet területén, hanem itt ez a horgony jelenti a munkát és a hivatást is. Ott is rendeződnek a dolgok, lehet egy új kezdet, amit most indítasz, az gyümölcsözni fog, kivirágzik valami az élet utadon, sőt, itt a csillagkép jelenti a szerencsét, vagy a bizalmat, és minden úgy alakul majd, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. És a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni. A fa jelenthet egészségügyi témákat is, mivel itt van a munka, a hivatás, lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és a gyermekek jelentik az új irányt, tehát lesznek változások. Mivel fölötte megjelenik a hegy, és ez utal a gondolataira, ami nyomasztja őt, itt egészségügyi témákról lehet szó. Vagy ő nem érzi jól magát, vagy valaki beteg a családban. De itt van újra az életerő, a fiatalos kisugárzás, mindez arra utal, hogy meg lesz a gyógyító erő. Ami téged illet, ha te egy hölgy vagy, itt van előtted ez a torony. Ez jelentheti azt, hogy szeretnél megnagyobbítani valamit, például a munkát illetően, hiszen a munka kártyája itt van a közelben. De jelentheti a korlátozásokat is. Így érzelmekről van szó, mert előfordulhat, hogy jelenleg még fogva érzed magadat ebben a toronyban, és ez olyan, mint egy labirintus, keresel egy kiútat, keresel egy megoldást, légy magabiztos, itt kinyílik egy új ajtó, megbízhatsz benne, kiderül a valóság, itt van az ártatlanság, az új kezdet, tisztázódik valami, a jövőt illetően itt minden kivirágzik, és a csillagok szerencsét hoznak. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!